ezek, érdekel a hely, az a település, annak a kultúrája, múltja, bármilyen, és ezekre alapozva hozza létre az ember az épületet. Tudod, az a nagyszerű dolog, hogy akkor, amikor erről gondolkodtunk, akkor mi azt mondtuk neked, hogy a pedagógiánkat öntsék épületbe. Ezzel 8 tervező sült fel, és te voltál az, aki ezt megcsináltad. És amikor bejönnek ide az emberek, megérkeznek ott a bejáratnál, körülnéznek, és azt látjuk rajtuk, hogy megérezték, hogy mi itt mit csinálunk. Megpróbál kényszeríteni magam arra, hogy egy éjszaka, vagy nappal, vagy bármikor egy gondolat hirtelen belém nyilaljon, hogy ezt kell csinálni, ezt a házat. Tehát, hogy egy intuíciót, egy érzelmi világból, vagy bárhonnan, angyaloktól, vagy teljesen mindegy, hogy honnan, de érkezzen valami olyan impulzus, amikor az ember egyszer csak lerajzolja, és nem tudja, hogy miért. Ezt lehet erősíteni, hogy megpróbál az ember hallgatni ezekre az ismeretlen hangokra, vagy ezekre az intuíciós, inspirációs hangokra, amelyek úgy valahonnan csak úgy jönnek. Régóta ismert ez a mondás errefelé, hogy szerencse hegyalja kapuja. Hát ez az első település, ahol megjelennek a szőlőhegyek, a borpincék, és egy pályázat során 2007 környékén épült ez a kapuszat, amely tulajdonképpen ezt a szerencs kiemelt szerepét, illetve Tokaj hegyaljába való érkezést mutatja meg. Terézia kápolna valamikor az 1700-as években épült, és a dicstelen utolsó korszaka az utóbbi 30-40 év, amikor elhagyták, és nyitva volt, a különböző vakolatdíszeket leverték, az ablakokat kitépték a helyéről, a téglapadlót fölszedték, úgyhogy egy siralmas állapotban volt, és ekkor került hozzánk, hogy a felújítással foglalkozzunk. Minden régi épületnél az a lényeg, hogy valahogy, ami nincs ott, azt el kell képzelni, hogy milyen lehetett, illetve milyen lehetett volna. Ez a Makovecz Imre féle lehetett volna világa, megtörténhetett volna világa, és hogyha az ember egy ajtót, vagy egy rácsot, egy ablakrácsot, vagy egy ablakosztást úgy tud kitalálni, vagy a belső bútorokat, az elpusztult garzatot úgy tudja kitalálni, hogy az eredeti tervező építésszel, aki 200 éve vagy 300 éve élt, azzal együtt, közösen, kézenfogva, akkor a végeredmény egy olyan egységes hangulatú ház lesz, vagy kápolna, amelyikben érezzük a történelmi mélységet is. Egy kicsit az ilyen jellegű munkák nevezhetők gyógyításnak is. A folyamatosság az szerintem nagyon fontos, és ez egy nagyon egyszerű dolog, mert hogyha az ember mondjuk megnézi a kezét, akkor mit lát benne? Én látom benne az apámat is, néhány vonás ugye az övé, és látom benne a fiamat is, mert ő is kapott ebből néhány vonást. Tehát ez a kéz, ez nem az én kezem, hanem ez sok-sok ember keze.